This is the day, isn't it? Ez az a nap, ugye? Yeah. So I'm with Pastor Julian. Én Pastor Julian-nel jöttem. I came from Virginia to Warsaw. Virginiából Varsóba utaztam. And he convinced me to change my ticket and come with him. És meggyőzött, hogy cseréljek repülőjegyet és jöjjek vele ide. So we drove across Ukraine. Szóval átkocsikáztunk Ukrajnán. And to Moldova. Aztán Moldován. And up to Odessa. És Odessába. And then back down to Chișinău, Brașov. Aztán Chișinăuba. Brașov, Romania, Cluj. Aztán Brașovba és Kolozsvárra. Vienna. És Bécsbe. And here. És aztán most itt vagyunk. And Pat. So Pastor Dragon says hi, and he says hi to Pastor Kende. Szóval Pastor Dragon az üdvözletét küldi. And he loves you guys. És szeret titeket. And so today, after that long trip, I figured I'd go to the baths to relax. Ma egy hosszú úton voltunk, és elfelejtettem elmenni a fürdő. Nem. Ja, igen, szóval, hogy ilyen termálvizes fürdőbe, hogy egy kicsit relaxáljak. And it relaxed me, but I think I was sleepy when I was done. I was really tired. Nem, elmentem oda, és de nagyon fáradt voltam, meg álmos, amikor kijöttem. And then we ate lunch. Aztán ebédeltünk. And I was more tired. Akkor még inkább elfáradtam. And I was like, God, quicken my mortal body. Úgy voltam vele, hogy Istenem, elevenítsd meg a halandó testemet. And then I was empty and I needed to be filled. És üres voltam, és szükségem volt rá, hogy ő betöltsön. God, I need some spiritual quickening. Uram, szükségem van egy kis szellemi megelevenítésre. And I thought of Psalm 119. És aztán a 119. Zsoltára gondoltam. And the whole psalm talks about the word. És az egész Zsoltár Isten igéjéről beszél. And Psalm 119:25 says, my soul cleaves to the dust, revive me according to your word. A 25. vers azt mondja, hogy a lelkem a porhoz tapadt, és eleveníts meg engem a te igéd szerint. But it also says that in verse 37. De a 37. versben azt is mondja. Verse 107. És a 107. versben is. And verse 154. But it also says revive me in other ways. És más módokon is mondja, hogy eleveníts meg engem. And these other ways are according to his word because it's in his word. És ezek is az ő szava szerint vannak, mert hogy ez az ő igéjében van. But verse 19 and verse 40 says revive me according to your righteousness. De a 40. azt mondja, hogy eleveníts meg engem a te igazságod szerint. And God didn't have a relationship with us apart from the cross. És Istennek nem lehetne kapcsolata velünk a kereszt nélkül. And we have imputed righteousness. Isten nekünk igazságot tulajdonított. Verse 188 and 159 says revive me according to your loving kindness. A 188. azt mondja, hogy eleveníts meg engem a te szerető kedvességed szerint. His loving kindness is better than life. Az ő szerető kedvessége jobb az életnél. It's better than being revived. Jobb, mint újraéledni. And that revives me. És ez újraéleszt engem. Verse 149 says revive me according to your justice. 148. azt mondja, hogy eleveníts meg engem a te jogosságod szerint. And verse 56 says revive me according to your judgments. Az 56. pedig eleveníts meg engem a te ítéleteid szerint. And Satan wants us to look at that. És Sátán azt szeretné, hogy úgy nézzünk erre. And say, wow, my sin is so bitter. Bitter. És hogy azt mondjuk, hogy ki a bűnöm annyira keserű. You know, like in Exodus 15. Tudjátok, mint 2 Mózes 15-ben. They've been wandering in the desert for 3 days. Már 3 napja vándoroltak a sivatagban. And they were thirsty. És szomjasok voltak. And they came to the pool. És találtak egy vízforrást. And it was bitter. És keserű volt. And Satan wants us to focus on that. Sátán azt akarja, hogy erre koncentráljunk. But revive me according to your judgments and your justice. De eleveníts meg engem a te ítéleteid és a te igazságod szerint. And his judgments and his justice are when Moses chopped the tree down and put it in the water. És az ő igazsága és jogossága ítéletei szerint Mózes levágott egy
faágat és rádobta a vízre. It's at the cross. We pass from judgment unto life. És a keresztnél van az, hogy átmentünk az ítéletből az életbe. And that revives us. És ez életre kelt minket. Amen. Amen. De amúgy ez nem változtat semmi, mert mikrofont is cseréltünk. Okay. So let's just pray. Imádkozzunk. Lord, we thank you for this evening. Urunk, köszönjük ezt az estét. And just give thanks to God for this evening. Csak adj hálát Istennek ezért az estéért. This is your decision. Ez a te döntésed. You know, maybe it's too warm for you here. Lehet, hogy túl meleg van. But you can choose to give thanks. De dönthetsz úgy, hogy hálát adsz. Maybe I'm speaking too English for you, but you can choose to give thanks. Lehet, hogy úgy érzed, hogy túl angolul beszélek, de mégis dönthetsz úgy, hogy hálát adsz. Maybe I don't know. Maybe you're too tired. Lehet, hogy túl fáradtnak érzed magad. You can still choose to give thanks. De akkor is dönthetsz úgy, hogy hálás leszel. Lord, we thank you. Urunk, köszönjük. Now we give you thanks. Hálát adunk neked. A great time of worship. Ezért a nagyszerű dicsőítésért. And Lord, really your word, your life quickens us. És tényleg a te szavad és a te életed elevenít meg minket. And we need it. És erre szükségünk van. So much. Annyira. Minister to us with life this evening. Szolgálj felénk élettel ma este. Yes, God. Igen, Istenünk. We pray that you go past my inability, Levente's inability, every heart's inability here. Kérünk, hogy menj túl az én képtelenségemen, Levente képtelenségén és minden szív képtelenségén, aki itt van. Oh God, we just pray. Atyánk, kérünk. Tiredness. A fáradtságért. Fear. Félelemért. Anger. Haragért. Problems. Problémákért. Just go pass through them. Hogy csak menj túl ezeken, lép túl rajta. Yes, God, just minister to us. Igen, Istenünk, csak according to your ability. A te képességeid szerint. And according to your ability. A te képességed szerint. Not our ability. Nem a saját képességeink szerint. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. All right, so Romans 5. Róma 5. First two verses. Az első két vers. Therefore, having been justified by, are you all there? Ott vagytok? Mindannyian? Are you all there? Please read with me. Kérlek, olvassátok velem. Therefore, having been justified by faith. Mivel tehát hit által igazultunk meg. We have peace with God. Békességünk van Istennel. Through our Lord Jesus Christ. A mi Úrunk Jézus Krisztus által. Through whom also we have obtained our introduction or access by faith into this grace. Általa szabad útunk van hitben ahhoz a kegyelemhez, in which we stand, amelyben állunk, and we exalt in hope of the glory of God. És dicsekszünk az Isten dicsőségének reménységével. All right. So this is very 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 powerful. Ez nagyon 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 erőteljes. Let's just look at it together. Nézzük meg együtt. And I know this is a smaller hall. És you know, tudom, hogy ez most egy kis. Yeah, that this room is smaller than the big one upstairs. Hogy ez a terem ez sokkal kisebb, mint a yeah, fenti. Yeah, so we can, you know, we can disturb each other, so let's szóval just focus on the word, okay? Könnyű egymást zavarni, úgyhogy you kérlek, know, hogy ragasz, talks or moves, hogy just fókuszáljunk az igére, hogyha valaki mozog. Yes, someone moves. Tehát, hogyha valaki mocorog, you know, if he makes a mistake or I make a mistake. Ha hibát követel, vagy hogyha én követek a hibát, talks, vagy valaki mond let's valamit, just focus on the word, okay? Csak koncentráljunk az igére. Csináljuk ezt. So, therefore having been justified by faith. Mivel tehát hit által igazultunk meg. Okay, and this is the beautiful done part of our
faith. És ez a hitünknek a gyönyörű letudott része. Okay, that's the first thing. Ez az első dolog. The beautiful done part of faith. A hitünknek ez a gyönyörű letudott elvégzett része. The power of Christianity. A kereszténység ereje. Is not just in its promises. Az nem csak az ígéreteiben rejlik. But also in what has been accomplished for us. Hanem abban is, amit már elvégzett Isten értünk. Okay. By the time you find out about the big things in Christianity, you already have them because you already believe in Christ. Mire megérted a nagy dolgokat a kereszténységben, addigra már igazából megszerezted, mert hogy Krisztusban már megvannak neked. Yeah, when you believe in Christ, amikor hitre jössz Krisztusban, akkor megkapod ezeket a nagy dolgokat, akkor már Isten fia vagy, akkor már elfogadott vagy, akkor már megvan neked a Szent Szellem. You know, like even before you know, by the time you learn about these things, they are already yours. Mire először hallasz ezekről a dolgokról, addigra már a tiéd. And this is the beautiful done. És ez a gyönyörű elvégzett, vagy letudott része a kereszténységünknek. In the previous verses, az előző versek, verse 24, a 24. vers, from the middle of the verse it says, vers közepétől azt mondja, who believe in him, who raised Jesus our Lord from the dead, azt mondja, hogy hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust. Yeah, this is you and me believing in Jesus. Ez rólad és rólam szól, hogy mi hiszünk Jézusban, hiszünk Istenben. And then it says, és aztán azt mondja, he was delivered up because of our transgressions and was raised because of our justification. Aki halálra adatott bűneinkért és feltámasztatott megigazolásunkért. Do you believe in Jesus? Hiszel Jézusban? A few of you do. Néhányan hisznek. Többieknek térjetek meg, légy szíves. Szükségetek van arra, hogy higgyetek Don't Jézusban. Don't be in this church for decades and then one day you find, you know. Ne ücsörögj itt a gyülekezetben évtizedekig anélkül, hogy hinne Jézusban. I'm kidding because you just don't like to talk, but. Viccelődöm, mert nem szeretünk beszélni. But you know, if you believe in Jesus. De hogyha hiszel Jézusban. Justification is yours. Akkor tiéd a megigazultság. Okay, say this to your neighbor. Mondd ezt a szomszédodnak. If you believe in Jesus, hogyha hiszel Jézusban, justification is yours. Akkor tiéd a megigazultság. Thank you. Yes, okay. This is important. Ez fontos. Okay, listen. No one and nothing can take that from you. Ezt senki és semmi nem tudja tőled elvenni. Okay, this is Romans 8, 38 and 39. Ez Róma 8, 38 és 39. Says very clearly. Nagyon egyértelműen it says, mondja. It says not death. Azt mondja, hogy sem halál. Not life. Sem élet. Not angels. Sem angyalok. Not principalities. Sem fejedelemségek. Not powers. Sem hatalmak. Not things that are, not things that can come. Sem jelen való, sem elkövetkezendő dolgok. Okay, not depth, not height. Sem magasság, sem mélység. And not any other, just in case there is anything else left, nor any other creature. És ha esetleg még bármi maradt volna, amit felsorolhatnánk, semmi más teremtmény. Can separate you from the love of God which is in Christ. Nem tud elválasztani téged Isten szeretetétől, ami Krisztusban van. Did you notice? Ezt észrevettétek? This is not just the love of God generally to all humanity. Hogy ez nem egyszerűen csak Isten szeretete, ami így általánosságban az emberek iránt van. Okay, this is not just God's general love to every human being. Ez nem csak simán Isten általános szeretete, amivel minden emberi lényt szeret, hanem ez which is in Christ Jesus our Lord. Ez Istennek a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban lévő szeretete. That means that this is his love for us in salvation. Ez azt jelenti, hogy az ő szeretete, ami a megváltásban nyilvánult meg felénk. Yeah, that we have in being saved. Amit abban kaptunk, hogy üdvözültünk, mert ez a mi Urunkban van. This cannot be taken away from you. Ezt nem lehet elvenni tőled. Nothing can separate you. Ezt senki nem tudja tőled elválasztani. Okay, so you're justified. Szóval megigazoltál. And of course, you know, we bring home things from the conference. És aztán hazahozunk dolgokat a konferenciáról. And someone there said, és valaki ott azt mondta, justification, hogy a megigazulás, like, you know, when we say that word, amikor kimondjuk ezt a szót, we should be like, yeah, you know, we should be jumping and hollering. Akkor így ugrálunk ilyen örömünkben, hogy
kurjongatni. Yeah, you know, like we should be hollering, you know. Kurjongatnunk kéne. Yeah, like, yeah, you know, that's awesome, you know, why? Pont így. Because it's not just... Miért? Nem, mert nem csak... Not just that your sins are forgiven. Nem csak annyi, hogy a bűneid megbocsájtatta. But there is something more. Hanem ennél sokkal több van. That you are as righteous as Jesus. Hogy pont ugyanolyan igaz vagy, mint Jézus. And to that we say... És erre azt mondjuk... What? Mi? Not in a cultured way like Levente said it. Nem ilyen kultúráltan, mint én mondtam. Not WHAT, but WUT, you know. Tehát nem mi, hanem mi van. Yeah, that's it, that's it. That's how we say it, yeah. Igen, yeah, így kell mondani. We're like, what? Mi van? What? Mi like, van? As Jesus, it almost sounds blasphemous to us. Így majdnem ilyen istenkáromlásnak hangzik ez right, a dolog. It's like too much. Ez egy kicsit túl sok. What, how would that be? But that's how would that be? But that's the amazing. Lehetne? That's the amazing thing. De ez a hihetetlenül jó dolog. That we have something incredibly beautiful. Hogy valami hihetetlenül gyönyörünk this van. This is so important. Ez annyira fontos. That this is done for us. Hogy Isten ezt elvégezte értünk. Because okay, so why does a believer avoid sin? Okay, miért kerüli a hívő a bűnt? Okay, let me give you an example. Hadd mondjak egy példát. I had an old junky bike when I was a kid. Amikor gyerek voltam, volt egy ilyen régi leselejtezett bringám. Yeah, so you know, I took it to every dirty, you know, potholy road I could find. Az összes ilyen mocskos, ilyen, milyen buckás útra elvittem, amit csak találtam. Then one day, aztán egy nap, I had a very nice racing bike. Kaptam egy nagyon-nagyon király versenybiciklit. Yeah, I mean it was better and nicer than I knew bikes existed. Jobb és szebb volt, mint amiről gondoltam volna, hogy egyáltalán létezik. Okay, so I didn't go to the same roads. Úgyhogy ezeket nem vittem el ugyanazokra az utakra. I was looking for the flat roads everywhere. I was mindenhol a szép sima utakat kerestem. Know, because I wanted to use it. Mert használni akartam. But I was caring about it. De túlságosan törődtem vele. I cared a lot more. Sokkal inkább törődtem this vele. This is like, you know, we received the righteousness of Christ. Ez olyan, mint hogy megkaptuk Krisztus igazságát. And it's like we never could have imagined. És ezt el sem tudtuk volna képzelni. What it's like. Hogy ez milyen. That we have got his righteousness. Hogy mi megkaptuk az ő igazságát. Now, I want to use this. És ezt szeretném használni. Szeretnék ezzel élni. In my life. Az életemben. I want to exercise that truth. Szeretném ezt az igazságot gyakorolni. But I wouldn't like to take it. De nem akarom. To all kinds of nasty, dirty, disgusting places. Mindenféle mocskos, gusztustalan helyekre vinni. Because I care for it. Mert hogy érdekel a dolog. Okay, it's törődöm important vele. To me. Fontos nekem. And this is an application for that. És so, ez egy jó alkalmazás erre. Let's move on. Menjünk tovább. We'll never cover these two különben verses. Soha nem fogunk végezni a két verssel. Okay, then it says, we have peace with God. Azt mondja, hogy békességünk van Istennel. Through our Lord Jesus Christ. A mi Urunk Jézus Krisztus által. We have peace with God. Békességünk van Istennel. Okay, it doesn't say, nem azt mondja, get peace with God. Hogy kösd békét Istennel. But it says, hanem azt mondja, enjoy the peace you have. Hogy élvezd azt a békét, amit már megvan. You know, like experience the peace you have. Tapasztal, vagy élj ebben a békében, ami that, már that's megvan. What it seems to say in the Greek. Éld át, ezt mondja a görögben. The beautiful now of Christianity. Ez a kereszténységnek a gyönyörű mostja. Okay, the beautiful now of a gyönyörű mostja. That now we have peace with God. Hogy most békénk van Istennel. I have peace with God. Békén van Istennel. All right. God is not an enemy. Isten nem az ellenségem. And I am not an enemy to him. És én sem vagyok az ő ellensége. And both of these are very useful for us. És ezek mind a kettő nagyon hasznos számunkra. God is not my enemy. Isten nem az ellenségem. And I am not his enemy. És én pedig nem vagyok az ő ellensége. Sometimes, néha, I think we can slip into fearing him as an enemy. Azt hiszem, hogy így belecsúszunk abba, hogy úgy félünk tőle, mintha az ellenségünk lenne. Okay, like I can slip back into my old mentality. A régi mentalitásomba így vissza tudok csúszni. And I can fear him like as if he were an enemy. És akkor úgy félem őt, mintha az ellenségem lenne. You know, oh, I'm not gonna be honest about that with God, because if I do, oh, he's gonna just like, you know, he's gonna just, you know, just like, you know, swat me like a fly.
hogy nem, ezt nem fogom őszintén elmondani Istennek, mert hogyha elmondanám, akkor lecsap majd, mint egy legyet. You know, and I live with that attitude. És ezzel a hozzáállással élek. But de he is not my enemy. Ő nem az ellenségem. And also, és ugyanakkor I can sometimes think about him, néha úgy gondolhatok rá, like I am his enemy, hogy én az ő ellensége vagyok. You know, but this is the beautiful thing. De ez egy gyönyörű dolog. Even if I slip into my stupidity, hogyha vissza is csúszok ebbe az ostobaságba, he knows, ő tudja, I am not, hogy én nem vagyok az ellensége. Nem vagyok az ellensége. It's like you when your teenage child acts like an enemy, okay? Ez olyan, mint amikor a tizenéves gyereked úgy viselkedik, mintha az ellenséged lenne. But you know better than to react. De te tudsz jobbat, tehát nem fogsz úgy reagálni rá. Okay, you're not gonna, you know, just react. Like you're not gonna just give an answer like an enemy. Nem fogsz visszaütni, nem fogsz úgy válaszolni neki, mint egy ellenséggel. Because you live on a different level. Mert egy másik szinten éled az életed. God is like this with us. És Isten ilyen velünk. Or your spouse. Vagy a házastársad. Reacts to you. Úgy válaszol neked, as if you were an enemy. Mint hogyha egy ellenség lennél. And then what do you do? És akkor mit csinálsz? Do you go to that level? Lemész-e arra a szintre? Or your friend in the church? Vagy egy barát a gyülekezetben? You know, do you go to that level? Lemész-e arra a szintre? Or you keep convincing through love? Vagy a szereteten keresztül, szeretet által próbálod meggyőzni őt? That you are not an enemy. Hogy nem vagy az ellensége. Your enemy. És ő sem az ellenséged. You know better. És te jobban tudod. And this is God with us. És Isten this ilyen is how velünk. He is with us. Ő ilyen velünk. This is beautiful. És ez gyönyörű. Even if I am a believer, még akkor is, hogyha who is hívő totally vagyok, backslidden, egy teljesen far in my heart from God, csúszott hívő vagyok, aki távol van a szívében Istentől. And I, you know, and I hear a message. És hallok egy üzenetet. And I'm like, yeah, whatever, you know, vagyok, nice valahogy, words. Ja, persze, szép szava. But I don't respond. De aztán nem I adok rá választ. Nem egyet, nem I don't értek turn egyet. It around in my heart. Nem forgatom a szívemben. I don't say amen. Nem mondom, hogy amen. And you know, and I just, you know, go by it. Csak így elmegyek mellette. And I act like és úgy viselkedem, an enemy. Mint hogyha ellenség lennék. Better. De Isten jobban tudja. God knows better. Isten jobban tudja. He doesn't accept that reality. Ő ezt nem fogadja el. He doesn't start treating you as an enemy. Nem kezd téged ellenségként kezelni. Why? Miért? Because it says here, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Mert itt azt mondja, hogy most békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. This is now ours. És ez most a miénk. All right. One more thing in verse 2. Még egy dolog a második versben. Through whom also we have obtained our access by faith into this grace. Által a szabad útunk van hitben ehhez a kegyelemhez. All right, access. Szabad út. The ability to go in. Lehetőség, hogy bemenjünk. An open door. Egy nyitott ajtón. That there is no penalty. Hogy nincs büntetés. It's not like you're playing a game. Nem úgy van, hogy mint amikor játszol valami játékot. You know, you're in jail. És börtönben vagy. In the game. A játékban. And then you have a card. És aztán van egy kártyád. Get out of jail. Hogy kijöhetsz a börtönből egyszerűen okay, and then szabadon. You ask yourself, és akkor felteszed magadnak a kérdést, do I wanna use this now, hogy ezt most akarom felhasználni, or is it better to be used later? Vagy jobb, hogyha később használom fel. I only have one card. Mert csak egy kártyám van. I can only use it once. Csak egyszer használhatom fel. But no, it says here, de nem, itt azt mondja, you have access, hogy szabad utad always, van mindig. Always. Mindig. You have access. Szabad utad now, van. Most. This is the now of our faith. Ez a hitünk mostja. Okay, that we have access. Hogy szabad utunk van. Like grace is like a grace is like an area. Mint hogyha a kegyelem egy terület lenne. And then this one says we can enter that area anytime. És ez a vers az azt mondja, hogy erre a területre bármikor beléphetünk. It's not one time or a limited egyszer, amount of times. Vagy csak korlátozott alkalommal. You know, you have 500 grace chances when you are born again. Megtérsz és kapsz 500 lehetőséget a kegyelemre. Okay, and then és aztán the countdown starts. Elkezdődik a visszaszámlálás. And you're thinking, és azon gondolkozol, should I use it, should I not use it? Most ezt fel kéne használni, no, vagy ezt most nem kéne? It's always yours. Nem, ez mindig a and tiéd. It's always mine. És ez mindig az enyém. In the book of Esther. Eszter könyvében. The queen could not enter into the king's presence unless summoned. A királynő nem mehetett be a király jelenlétébe, csak akkor, ha hívták. But she did anyways. De ennek ellenére bement. And why was she not
executed? Miért nem végezték ki? Because azért, in chapter 5 verse 2 she received grace. Mert a második fejezet, nem az ötödik fejezet kettőben kegyelmet kapott. Okay, she received grace. Kegyelmet kapott. But this is our question. De ez a kérdésünk. You know, can I really come anytime? Hogy tényleg bármikor jöhetek? When I'm really filthy. Akkor is, amikor nagyon mocskos what vagyok. What about when I'm really angry with God? Mi van akkor, amikor nagyon haragszom Istenre? Can I really come? Akkor tényleg oda jöhetek? You know, what about when I am, you know, I mean, you know your questions, I don't. Tudjátok a kérdéseiteket, én nem ismerem őket. You know, but we ask, can I really come anytime? De azt kérdezzük, hogy tényleg mindig oda mehetek? What if there isn't grace for this? Mi van, hogyha erre már nincs kegyelem? But this we know. De ezt tudjuk. Okay, that we have access to this grace. Hogy szabad útunk van ez a kegyelemhez. We can always rely on God's grace. Mindig bízhatunk Isten kegyelmében. Does that mean? Ez azt jelenti-e, that I will be healed of every illness, hogy minden betegségből azonnal meg fog gyógyulni. Yeah, we pray for that. Igen, ezért imádkozunk, the question is the will of God. De a kérdés Isten akarata. Okay, I don't know whether it's his will to heal me or not, but I will pray for it. Nem tudom, hogy az ő akarata, hogy meggyógyítson vagy sem. But then I will pray for it and then trust him for it. Érte, és bízni fogok benne ezért. But that's up to him. De ez ő rajta múlik. But grace, de a kegyelem, that's available to me. Az a rendelkezésemre áll. So what may grace mean? Okay, mit jelent a kegyelem akkor? What could it mean? Mi az, amit jelenthet? Okay, it could mean that you have patience for a crazy situation. Jelentheti azt, hogy türelmed lesz egy őrült helyzetben. It could mean that you have power to do something impossible. Jelentheti azt, hogy erőd lesz elvégezni valamit, ami lehetetlennek tűnik. You know, it could mean that you have supernatural hope when there isn't any. Jelentheti azt, hogy természetfeletti reményed van, amikor nincs remény. It could mean a lot of things. Rengeteg mindent jelenthet. But it's always available to you. De mindig ott van neked. But and this is from the conference again. És ez megint csak a konferenciáról van. Pastor Scheller said this. I think the last message he shared. Pastor Scheller mondta ezt, azt hiszem, az utolsó üzenetében. Maybe on Wednesday, maybe early, I don't know. Lehet, hogy korábban valamikor. 139. Zsoltárok 139. And he asked this question. Feltette ezt a kérdést. How is it? Hogy van az? That we come. Hogy jövünk, we hear the message. Halljuk az üzenetet. It changes us. Megváltoztat it minket. Touches us. Isten megérint minket. And then 2 years later we come. És aztán két évvel később jövünk. We hear the message. Halljuk az üzenetet. And we yawn. És aztán ásítozunk. And we never come back again. És soha többé nem jövünk vissza. The message hasn't changed. Az üzenet nem változott. What changed? Mi változott and meg? And he said this verse, this part from the psalm. És aztán ezt olvasta Zsoltárból. Psalm 139. 139. Zsoltár. O Lord, thou hast searched me and known me. Uram, te megvizsgáltál és ismersz engem. All right. What is that? Okay, ez micsoda? That's the past part of our faith. Ez a hitünknek a múltja. That's the done part of our faith. Ez az elvégzett része a hitünknek. Okay, that's what we're talking about. Ez az, amiről beszéltünk. You're justified. Hogy megigazultunk. This is done. This is beautiful. It's powerful. It's important for us. Ez elvégeztetett, ez gyönyörű, ez erős és ez hatalmas és ez nagyon fontos nekünk. That's awesome. Ez lenyűgöző. But. De. But. De. But what about after that? De aztán mi van ezután? And the end of the psalm. És aztán a Zsoltár végén, a verse 23, a 23. versben, listen to this. Figyeljetek erre. Almost is the same. Szinte ugyanaz. But different. De mégsem. Search me, O God. Vizsgálj meg, Istenem. And know my heart. És ismerd meg szívemet. Try me and know my anxious thoughts. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. And see if there be any hurtful way in me and lead me in the way everlasting. Nézd meg, hogy ártalmas úton járok-e, és vezess engem az örökké valóság útján. Not just you have known me. Nem csak annyi, hogy megvizsgáltál engem. Done, nem csak az elvégzett. But also now. Hanem most is. And also forward. És aztán a jövőben is. And I am asking in my heart now. És most a szívemben ezt and kérem. And I say to my heart now. És most azt mondom a szívemnek. Hey, listen. Figyelj. God has truth for you, my heart. Szívem, Isten valami igazságot tartogat neked. How did Pastor Scheller say? Hogy mondta ezt Pastor Scheller? Yes. He said, don't listen to your heart.
Hogy ne hallgass a szívedre. But talk to your heart. Hanem beszélj a szívedhez. Don't just listen to the inside commentary, but define the inside commentary. Ne csak hallgassd a belső kommentárt, hanem határozd meg, hogy miről beszél. And this is what he's talking about. És ez az, amiről beszél. God, you have known me. Istenem, megismertél engem. And you love me like this. This is amazing. És szeretsz engem így, ahogy vagyok, és ez lenyűgöző. But do I also say in my heart? De azt is mondom el a szívemben. Lord, forward with you. Uram, megyek előre veled. Lord, I want to go forward with you. Előre akarok menni veled. Please lead me. Kérlek, vezess engem. Please touch me. Kérlek, érints meg. Please be with me now. Kérlek, légy velem most. God, Istenem, search me and know me. Vizsgálj meg és ismerj meg. Now. Most. And this is the beautiful thing here in Romans 5. És ez az a gyönyörű dolog itt Róma 5-ben, amit találunk. Justified. Hogy megigazoltunk. Done. Vége. Peace. Elvégeztetett. That's now. A béke pedig most van. That's now. Az most van. And then, és aztán grace. Kegyelem. That's also now. Az is most van. Okay, and then one last thing. És aztán még egy dolog. And this is the forward part. És ez az előremutató része. Of our lives with Christ. A Krisztussal való életünknek. We exalt in hope of the glory of God. Dicsekszünk az Isten dicsőségének reménységében. Okay, we rejoice. Örvendezünk. How we look forward. Hogyan előre tekintünk? We look forward. Előre tekintünk. There is more to come. Van még valami, ami jönni fog a hitemben. Like God's glory will be revealed in your life. Isten dicsősége le fog lepeződni a te életedben. More and more. Egyre inkább. Even here. Még itt is. And this is our expectation. És ez a várakozásunk. And this is why my heart is not stale. És ezért nem. Ezért nem ilyen áporodott a szívem. This is why my heart is not becoming old and crusty and angry. Ezért nem válik a szívem öregé és ilyen morgossá és dühössé. Yeah, it's like it's so easy. Annyira könnyű. It's so easy to get stuck, right? Annyira könnyű beragadni, nem? And just let me say this because. Hadd mondjak még valamit, figyeljetek. Because we don't have elections now in Hungary. Mert hogy most nincsenek éppen választások Magyarországon. So it's good to say it now. Szóval ezt most jó mondani. But in Ukraine they do. De Ukrajnában épp választások vannak. How many candidates? 39 candidates. 39 jelölt van. Okay, it's you know, it's like a square full of people and they all want to be the president of the country, you know. Egy egész teret betöltenék az emberek, akik mind miniszterelnökök akarnak okay, lenni. Okay, fine. Rendben. But here is the question. De itt a kérdés. What do you do in your heart? Mit teszel a szívedben? Oh, I hate the prime minister. Ó, gyűlölöm a miniszterelnököt. I hate the president. Gyűlölöm I az hate elnököt. President Trump. Gyűlölöm no, Trump I hate elnököt. President Obama. Gyűlölöm Obama I hate elnököt. Orbán Viktor. I hate gyűlölöm Orbán Viktor. Whatever. Gyűlölök okay, bárkit. Okay, listen. Figyeljetek. What do you make your life to be? Mivé teszed az életed? Okay, when elections come. Mikor jön a választás? Please don't bring it here. Akkor kérlek, ezt ne hozd ide. Yeah, be responsible. Légy felelős. Learn about it. Tanulj erről. Check it out. Make an intelligent decision. Hozz egy intelligens Pray döntést. About it. Imádkozz erről. But this is not our fellowship. De nem ez a közösségünk. We bring that whole power thing into our fellowship. Ha bevisszük ezt az egész hatalom dolgot a közösségünkbe. We lose something very important. Akkor valami nagyon fontosat veszítünk okay, el. Because it's powerful. Mert ez hatalmas. And you can just lose the fellowship. És elveszítheted a közösséget. Okay. Like why am I saying this? Miért mondom ezt? Because I can be so negative so easily. Mert annyira könnyen lehetek nagyon negatív. How many of you drive cars? Hányan szoktatok vezetni? Okay, in Hungary, okay. Itt Magyarországon. Okay, so how you know like how many of you have realized? És hányan vettétek már észre? That everybody is a maniac on the road or a peanut. Mindenki yeah. Vagy mániákus vagy mazsola. Yeah, how many of you have noticed this? Ezt hányan yes. Vettétek már észre? We have all noticed this, ezt mind észrevettük már. Because I'm the only one who's correct, right? Mert nyilván én tudom csak jól csinálni. Right, I'm the ugye? Only one who is driving in a sane way and this én vagyok is az like, egyetlen, aki értelmes módon vezet. This is how we understand the world to be, okay? És így értelmezzük okay, a világot. What's the problem with that? Mi ezzel a baj? And what helps me out of it? És mi hoz engem ki ebből? Well, what the problem with it is? Hát a probléma ezzel az. That I'm listening to my own soul.
hogy a saját lelkemet hallgatom. I'm listening to my heart about life. A szívemet hallgatom, hogy az életről beszél. Instead of telling God's talking God's truth to my soul. Ahelyett, hogy Isten szavát szólnám a lelkemhez. And that's what Pastor Tom was talking about from 119. És erről beszélt Pastor Tom a 119. Zsoltárból. That we speak the truth to ourselves. Hogy az igazságot szóljuk magunkhoz. And we say God. És azt mondjuk, hogy this Istenem, is your word. Ez a te szavad. I am justified. Megigazultam. Just say that word. Csak mondd ki ezt a szót. I am justified. Megigazultam. I am as righteous as Christ. Olyan igaz vagyok, mint Krisztus. Yeah. Dare you say those words? Dare you say those words? Ki mered mondani ezeket a szavakat? I am as righteous as Christ. Pont olyan igaz vagyok, mint Krisztus. And then I have peace with God. És aztán békén van Istennel. Say that. Mondd ezt ki. I have peace with God. Békén van Istennel. Learn to speak to your heart. Tanulj meg a szívedhez beszélni. Learn to speak to your soul. Tanulj meg a lelkedhez beszélni. Learn to say. Tanuld meg azt mondani. God, search me and know me. Istenem, kutasd ki engem és ismerj meg. Search me and know me. Vizsgálj meg és ismerj meg. Because it is done. Mert elvégeztetett. It is now. És most is van. But it is also forward. És aztán előre is mutat. It is also forward. Előre is mutat. I have access to grace. Hogy én nekem szabad utam van a kegyelemhez. Okay, I have access to grace. Szabad utam van a kegyelemhez. And then, és aztán. I have hope. Reményem van. Of the glory of God. Isten dicsőségének oh, hey, a reménye. Listen, this is awesome. Figyeljetek, ez lenyűgöző. Okay, for a moment. Okay, egy pillanatra. Can you still think with me or how many? Tudtok how még many velem gondolkozni? Still think with me? Van még itt valaki, aki tud velem gondolkozni? All right, some of you, okay. Néhányan I don't blame you, some of you are too tired. It's nem, fine. Nem hibáztatlak, hogyha nem megy nektek, nagyon fáradtak lehettek. That's all right. És ez rendben van. But okay. So Take today. Mondjuk nézzük a mát. Your performance of today. A mai teljesítményed. How good a Christian you were. Mennyire voltál jó keresztény. Or not. Vagy nem. Okay, okay. And és, you know, considering that performance. Szem előtt tartva ezt a teljesítményt. You know, I consider that performance. Szem előtt tartom ezt a teljesítményt. And I'm like becoming very small. És kezdek nagyon kicsi lenni. You know, that's like. And yeah. Then how many of us would just settle for the glory of angels? Hányan egyeznénk ki az angyalok dicsőségével mondjuk. Yeah, like you know, like how many of us would settle with the glory of, I don't know, a sunrise, you know. Hányan egyeznénk ki egy napfelkelte dicsőségével? Or how many of us would settle, you know, considering my performance? Szem előtt tartva a teljesítményemet. How many of us would settle with the glory of, you know, the kitchen table? Vagy hányan egyeznénk ki egy konyhai asztalnak a dicsőségével? Okay, because my performance. Mert a teljesítményem. You know, it's just like not what I wanted to be. Hát az nem az, amit szerettem volna. Okay, this is the truth. Ez az igazság. And then God says. És aztán Isten azt mondja. No. Nem. Hope. Remény. Of the glory. Isten dicsőségének. Of God. A reménysége. Of God. Istené. Not angels. Nem az angyaloké. Not a flower. Nem egy virágé. Not a beautiful landscape. Nem egy gyönyörű látványé. Not you know, not a supernova. Nem egy szupernovái. No. Nem. The glory of God. Isten dicsősége. That's our hope. Ez a reménységünk. And it tells us. És ezt mondja itt. That we should exalt in that. Hogy ebben kell dicsekednünk. Like saying it. Azt mondani. Like saying it. Azt mondani. To your soul. Lelkednek. To your heart. A szívednek. On a crummy day. Egy ilyen gáznapon. Yeah, like say, no, the glory of God. Hogy nem Isten dicsősége. It is in our lives. Ott van az életünkben. So, why do we dare say? Miért merjük ezt mondani? God, search me and know me. Hogy Uram, vizsgálj meg és ismerj meg. Check if there is something wrong with me, God. Nézd meg, hogy van-e valami, ami nincs rendben bennem. I mean, you know, most people would say, God, check me, I'm right, right? Legtöbben azt mondanák, hogy Uram, vizsgálj meg, hogy rendben vagyok, ugye? You know, but no, he said, God, check me and check if there is something wrong. Ő azt mondta, hogy Uram, vizsgálj meg és nézd meg, hogy van-e valami, ami nincs rendben. Why do we dare to say that? Ezt miért merjük kimondani? And the answer is,
És a válasz az, because we have hope for something more beautiful. Azért, mert reményünk van, hogy valami sokkal gyönyörűbb jön. More awesome than what I could ever have. Valami sokkal nagyszerűbb, mint amit én megszerezhetnék. You know, it's not my glory. Nem az én dicsőségem. So I don't mind if God corrects me. Szóval nem bánom, ha Isten kijavít engem. Because I'm interested in His glory. Mert engem az ő dicsősége érdekel. And this is awesome. És ez lenyűgöző. So when I talk to myself in the truth, szóval amikor az igazságot szólom magamhoz, then we have something awesome. Akkor ő valami hihetetlen then we tartogat. Can have a vision. Akkor lehet látásunk. Then we can have hope. Akkor lehet reményünk. Then we look at this city. Akkor ránézünk erre a városra. And we say, és azt mondjuk, people here need Christ. Hogy itt az embereknek szüksége van Krisztusra. We look at our country. Ránézünk az országunkra. And we say there is hope for Hungary. És azt mondjuk, hogy Magyarországnak van reménye. Why? Miért? Because of Jesus Christ. Jézus Krisztus miatt. Not because they are doing well. Nem azért, mert jól megy nekik. But because of Jesus Christ. Hanem Jézus Krisztus and miatt. And we can have a vision. És lehet látásunk és reményünk. And we can say. És azt mondhatjuk. God is building us. Isten épít personally minket. Személyesen. And as a church. És gyülekezetként but is. But I need to learn. De szükségem van arra, hogy tanuljak. To my heart, hogy megtanuljam a szívemnek azt mondani. Done. Elvégeztetett. Now. És most. And forward. És aztán a jövőben. So Lord, we pray. Szóval Úrunk, imádkozunk. That you lead us. Hogy taníts, vezess minket. With this truth. Ebben az igazságban. As we go from here. Ahogy elmegyünk innen. That we wouldn't just continue our own crazy commentary on life. Hogy ne folytassuk ezt az őrült kommentárt az életünkről. As we can comment our lives. Ahogy az életünket szoktuk kommentálni. Lord, that we would not be locked up in our narrow little world. Hogy ne zárjon be az a szűk kis világunk. Of anger. A harag világa. Or the world of insecurity. A bizonytalanság világa. The world of shame. A szégyen világa. But Lord, teach us. Hanem Urunk, taníts minket. To speak your truth to our hearts. Hogy a szívünkhez a te igazságodat szóljuk. Yes, God, we pray. Igen, Urunk, kérünk. For this miracle to happen in our lives. Ezért a csodáért az életünkben. Lord, talk to us. Urunk, beszélj hozzánk, és taníts. How to live this way? Hogy hogyan éljünk így? In a fresh way. Egy friss módon. Yes, God. Igen, Istenünk. So if you're hearing this, szóval, hogyha hallod ezt, and if you're not a believer yet in Christ, és még nem vagy hívő Krisztusban, to make a decision now. Akkor hozz egy döntést most. Say to him. Mondd neki. Jesus. Jézus. Save me. Ments meg. Give me a new start. Adj nekem egy új kezdetet. A new heart. Egy új szívet. Jesus, I trust you. Jézus, bízok benned. I believe in you. Hiszek benned. Save me. Ments meg. Give me a new life. Adj nekem új életet. I want to know you. Ismerni akarlak téged. If you made that decision. És hogyha meghoztad ezt a döntést. First time in your life. Életedben először. Then just let us know. Akkor csak ha tudjuk. Yeah, send us an email if you're watching online. Küldj nekünk egy e-mailt, hogyha or raise your hand nézem, if you're here. Vagy emeld fel a kezed, ha itt vagy. Decision. És meghoztad ezt a döntést. Yes, we thank you, Lord. Köszönjük, Urunk. We praise you, Lord. Dicsérünk téged, Urunk. In Christ's name. Krisztus nevében. Amen. Amen.